Hatalmas teljesítmény, 570 lóerő, gumihevederes járószerkezet és masszív kialakítás. Nyers erő zöld köntösben. Egy 95-70 RX John Deere traktor, amely ettől az évtől kezdve Tisza Szent Imre határában végzi a legkeményebb talajművelési feladatokat. Az új gépet az Urbán Majorban a Kite ZRT vezérigazgatója Szabó Levente adta át Urbán Mihálynak és Urbán Zsoltnak. A testvérpár 2500 hektáron végez hagyományos szántóföldi növénytermesztést, ami mellett integrációval és juhtenyésztéssel is foglalkoznak. Édesapám kezdte a vállalkozást a 90-es években. Ő kezdett el gazdálkodni, és utána építettük fel folyamatosan a céget, ahogy ide kerültünk, ugye, illetve hát én már itt dolgoztam, ugye az öcsém ide került a későbbiekben a cégbe dolgozni. Azóta dolgozunk a Kitével folyamatosan, az input vonal az nagyon erős, 90-95%-ban Kitét összerezzük be, az input dolgokat terménybe is ugye elég komoly eladásunk van, hát illetve a gépparkunknak is ugye egy része az a John Deere gépeket képviseli. Úgy gondolom, hogy és a számok is ezt támasztják alá, a régió egyik legnagyobb partneréről beszélünk. Nagyon jó és széles, komplex kapcsolati rendszerrel bírunk egymás felé. A RX traktornak a létjogosultsága, amiért ma itt vagyunk, én úgy gondolom, hogy és ez tapasztalat, hogy Misiéknél ezek a kötött réti talajok, amiken gazdálkodnak, elég komoly kihívások elé állítják őket szakmailag, és évtizedek óta használnak ők hevederes traktorokat. A Kite portfóliójában ez egy szűk szegmens volt mondjuk egy évtizeddel ezelőttig, amikor is elkezdte a John Deere is ezeket gyártani, forgalmazni, és két évvel ezelőtt végeztünk egy demót itt a Misiék gazdaságában, így saját körülményeik között tudták megtapasztalni, hogy mit is tud ez a traktor, és hát most itt a precíziós gazdálkodási pályázat lehetőség keretein belül valósították meg ezt a beruházást. Örömünkre szolgál ez a hevederes gép itt a gazdaságunkban. 2000-es évek eleje óta dolgozunk gumihevederes traktorokkal. Egy más típust használtunk eddig, de a traktorflottánk a John Deere irányába ment el. Ezért választottuk az RX traktort. A lóerő igényben is megfelel számunkra. Ezek a tiszai öntéstalajok itt nagyon kötöttek, és ezért a gumikerekes traktorok nem tudják leadni azt a lóerőt már, amit mi igénylünk, akár egy altralazításhoz is. Ugye ez a gép is egy 570 lóerős traktor, tehát ezekkel tudunk sajnos itt dolgozni, tehát nem öröm ez, hogy ilyen kötött földön dolgozunk, de ez a traktor megfelel annak, ami a mi elvárásainknak. Nem egy vetőtraktorról beszélünk, hogy rengeteg hidrolika csatlakozó legyen rajta, vagy akár bármely, hogy most egy szállítmányozógép, egy 50-es váltó, tehát itt erő legyen, heveder legyen, legyen rajta egy RTK antenna, és ez tökéletesen megfelel a talajművelésnek, ugye tárcsázik, magágyat készít elő esetlegesen, lazít vagy szánt. A Tisza Szent Imre környéki területek jelentős részét az urbán fivérek öntözik is. A rendszert, aminek köszönhetően másodvetési csemege kukoricát is tudnak majd termeszteni, szintén a Kite ZRT-vel közösen tervezték és valósították meg. Ugye 3 éve kezdtük el a gépeket építeni, jelenleg 21 darab linár öntözőberendezés van, abból 3 most épül föl, és egy ilyen 900 hektárt fog föl a terület, annyit fogunk tudni vele öntözni. A fejlődés és előre gondolkodás tehát az urbán testvérek egyik leghatékonyabb fegyvere, a hazai mezőgazdaságot érintő kihívások ellen. Ebben pedig fontos partnerre találtak, a Kite ZRT-ben és a vállalat szakmai csapatában.